Mind megissza a bort, mind megissza a sört. L.O.P.Q. a nagy torkú. És meg is eszi, amit főzött. Borok, receptek, éttermek. Hát tegnap a párommal pont arról beszélgettünk, hogy nincs még egy olyan éttermi fogás, ami annyira mélyen betüremkedett a háztartásunkba, mint az, amit évekkel ezelőtt próbáltam így visszavezetni, de ebben én nem vagyok jó, szerintem 3 és 5 év közé tegyük valamikor a Tihanyban egy étteremben ettem egy fogast spenótos nyokki körettel. Nincs meg. Épp ezt akartam kérdezni látván a munka címet, hogy lazac nyokkival, hogy ebben mi a trúváj? Hát ez. Tehát mint köret, olyan mérhetetlenül passzol a halakhoz, hogy szinte nem eszünk már más formában. Ezt soha életemben halad. Nem próbáltam. Rettentő egyszerű. Tehát én próbáltam egyszer, hogy csinálok házi nyokkit, mert hat a házi, hát az... Nagyon macerás. Nem érdemes. Tehát olyan áron kapod ezt az acskóst, és annyira és jó. Nincs benne puffer. Tehát most egy krumpli gombócban nem tudsz nagyot alkotni. És attól meg viszont, ha olyanra akarod csinálni, ugye az megvan, hogy van egy ilyen kis vágat, meg ilyen barázdák a nyokkin. Igen. Az nem véletlen. Az azért van rajta, hogy még jobban felszívja a szaftokat. Most, hogyha azt még mintázgatni akarod villával, mert a kéziben ugye azt azzal csinálják, amúgy meg géppel, akkor rohadt sok idő, rohadt sok pepecs, minimális árelőny, tehát az, hogy te veszed a krumplit, összegyúrod, stb., rengeteg idő, tehát tökre nem érdemes vele foglalkozni. Ezek a zacskos nyokik, amiket lehet kapni, ami nem mirelit, hanem hűtött, de olyan puha, ezek tökéletesen jók erre. És annyi a lényege, eszméletlen gyorsan megvan, mert akár a halsütés közben meg tudod csinálni, hogy megfőzöd a nyokit, ugye annak nem kell sok alapvetően, egy ilyen 6-8 perc a főzés, miután már a forrásban lévő vízbe beleraktad. És én azt szoktam csinálni, hogy van ez a darabolt bacon, azt is meg lehet. Amitől nem kell félni. Megint csak. Tehát ne a gondosan válogatott és szeletelt, nagy munkaerővel előállított, méregdrága szeletelt békönt kockázzuk föl, hülyeség. Ezek a kockás békönök, ezek jók. Nyilván pont ezeknek a szeletelt. Kicsit gumírozottnak érzem sütve őket, de mindegy. Vannak toligok, tehát vannak egyébként az egészen ilyen zsíros, meg vannak az egészen húsos verziók, de mindenképpen jobban fogsz kijönni egyébként, mint hogyha a szeleteltet szecskázod, mondom teljesen fölöslegesen. Ezt a espiritom alulra. Erre jön, lehet kapni olyan spenótot, ami vagy ilyen gombócokban, vagy valamilyen formában fagyasztva. Igen, tudom. Ugyan durvára is. Vágott levelek. Na, ezt szépen rádobod, rá a fokhagymát, ezt felengedett tejszínnel, kicsit, hogyha kell, attól függ, milyen tejszíned van, hogy önmagában véve megadja a sűrűséget, vagy picit be kell húzni, mondjuk egy keményítős, elkeversz egy kicsit keményítővel, és akkor adsz neki egy szószosabb állagot. Megsózod egy kis fehér bors bele, ugye fehér szószba fehér bors, és ebbe belezuttyantod a megfőtt nyokkikat. Hát, figyelj, egyszer fogsz enni. Mindegy, lazac mellé, én akkor fogassa lettem, de már ettem nílusi sügérre, lettem durbincsa, lettem az összes tengeri hallat. És mindegy, hogy készíted el, vagy ez a natúrt sült halhoz ajánlató? Hát ez főleg az ilyen fűszeres natúr halszelet. Tehát harcsa már... paprikás az nem, nem. Szószoshoz szószt, ne. Tehát ja. ez adja meg a szószosságot, krémességet, ami kellhet esetleg a És belehömbölgeted a halat, vagy azt úgy mellé? Nem, azt mellé. Aztán majd a villádom, vagy már benned valahol, az majd hömbölödik a szószba. Szóval, aki nem ismerte esetleg, biztos sokan ismerték a hallgatók közül, annak nagyon melegen ajánlom, mert eszméletlen párosítás. És mondom, tehát, szalonnapörc. Így van. Gnocchi. Gnocchi, a durvább, persze levelekből is meg lehet csinálni a spenótot nyersen, de az megint az a játék, hogy ott összerottyantott, fehér bors. Így van, szevasz. Így van. Veszed gyors. Tehát tegnap a párom úgy szólt rám, hogy jön, indul haza, és már enne. Úristen, én meg nyakig a munkában nem csináltam meg a vacsorát, és föltettem, amíg forrt a víz, addig megcsináltam, előkészítettem a halat, bele a nyokki, közben sült a hal, azt hiszem 40 perc alatt meg volt az égvilágon minden, onnantól, hogy fölálltam az asztalomtól, onnantól, hogy lehetett tálalni. És nagyon finom. Nagyon finom. Mindenféle halhoz. Úgyhogy ráúszunk. Tessék, nagyon ráúszunk, helyes. Balázs. Tudom javasolni, úgyhogy tapasztalatokat a szerkesztőségbe. Halnyokkival, jeligére várjuk nagy szeretettel.
Most ennyi fért a tányérunkra. M.O.P.Q. a nagy torkú. A Millás reggeli gasztrorovata hangzott el. És van gluténmentes gnyoki, az is tök oké, okay, írja a hallgató. Remek, köszönjük. Koleszterindúj, szép napot az uraknak, írja Kudu. Üdvözletem, aki sajnálja az időt egy saját készítésig gnokkira, nyugodtan mehet a Mekibe. Tudtam, hogy ezt megkapjuk, köszönjük szépen. Megnézném, hogy mi a differencia. Tehát egy krumpligombócon, hogy ki mit tud csodát varázsolni, úgyhogy 2 órát a konyhába főz, rotyog. Azt arra nagyon kíváncsi lennék. Én nem hiszek ebbe. Tehát sok mindenbe hiszek. Tehát nálunk otthon működő sajtüzemtől a pék műhelyig az égvilágon minden van saját készítésben. De a nyoki elvérzett. Szűz terület. Az annyi plusz munka, hogy az köszönöm. És mondom, hülyeség. Tehát most csinálják egy 2 órás ételt abból a 40 percesből, úgyhogy nem nagyon látod a differenciát. Na mindegy, ízlések és pofonok. És a házi nyokit el lehet tenni? Azt meg aztán végképp nem tudom, hogy az ahogy meg mint. Egyébként megkockáztatom, hogy lefagyasztható. Úgyhogy most belegondolok, hogy az miből van, meg hogy van. Elképzelhető. Hogy az még lehet egy megoldás, hogy csinálsz rohadt sokat, rászámva az időt, és akkor utána. Nem tudom, én ezt feladtam. Tehát nekem tökéletesen jó a bolti. Érdekes, hogy nekem meg ez nincs tovább gondolva. Tehát én, ha alatt sütök, akkor madársaláta, vagy valami zöldséget, vegyesvágot, azt ennyi. Tényleg. De ezért gondolkodtatott el, hogy meg néha szoktam hozzá mondjuk bulgur csinálni, az valamilyen. Uh-huh. Ami nem is illik annyira hozzá, de mindegy, tehát én azt szeretem. Na, úgyhogy majd ezt ki fogom próbálni, jó. Letesztelem, jó? Nos, ennyi időnk a volt, búcsú, köszönjük szépen. Könnyes pillanatai, abszolút. Koleszterindús búcsút már megvolt, úgyhogy köszönjük szépen a kitartó figyelmeteket. Holnap még lesz Millás reggeli, 9 óra. Hát az 6:30-tól. 9:30 6:30-kor várjuk itt a delikvenseket a készülékek elé, addig mindenkinek eredményekben gazdag, boldog, tartalmas munkanapot kívánok. Én is. A stáb nevében sziasztok. Sziasztok. Már a véget ért ugyan a műszak, a szolgálat azonban